Sziasztok, akkor folytassuk is a tételeket a második b tétellel Beszéljen a targoncákon használt szerelékekről, adapterekről, ismertesse a targonca villa kialakítását típusait. Mutassa be a szerelékek csatlakozásának rögzítésének módjait. Milyen előírások vannak, illetve vonatkoznak a villahosszabbítók kialakítására, rögzítésére és használatára. Kulcsszavak és fogalmak, amik kelleni fognak nekünk. Adapterek fajtái, tehát forgófordító, ömlesztett anyagszállító. targoncavilla kialakítások, például szikramentes, rudra fűzhető, stb. Villakocsira és a targoncavillájára villájára szerelhető, rögzíthető adapterek és megfogók. Villa hosszabbító kialakítása és rögzítése. Villa hosszabbító használatának szabályai. Targoncákra szerelhető adapterek és megfogók. Van bálafogó, Ugye szivas textil bála. És papír fogók, tehát speciális. Vannak azon belül, ugye papír fogók, önzáró fogók és villára tűzhető tekercsfogó. Egyébként ez a villára tűzhető tekercsfogó. Nagyon egyszerű, mert csak felhúzzuk erre a két villára, és kész. Azon belül még vannak hordófogók, tehát hidraulikus hordófogó, ez csak egy hordót képes vinni, és hidraulikus dupla hordófogó, ez már kettőt tud vinni. Azon belül még vannak peremcsípő hordófogó és mechanikus hordóbuktató. Ezen belül még vannak állítható, téglarakatfogó és kettős téglarakatfogó. Itt láthatjuk. Azon belül még darugémeket is rakhatunk a targon szára. Vannak a villára szerelhetősek és a villakocsira szerelhetősek. Vannak még kanalak is, amit mechanikus villára húzható, vagy hidraulikus villakocsira szerelhető. Azon belül még vannak rönkleszorítók, szerelőkosarak, hiszen csak személyt emelni, csak szerelőkosárral lehet. Egyébként máshogy meg teljesen tilos személyt emelni. Van még úgynevezett szállító tüske, az ilyen rúdanyagokhoz, amint lássuk. Nézzük a targoncavilla villa kialakításokat. Vannak védőanyaggal bevontak. Villa valók. Mindjárt mutatok is egy villa pozícionálót. A villa pozícionáló így néz ki. Ez egy hidraulikus. Ezt mozgathatjuk. Bárhogy. Ahogy szeretnénk. Illetve vannak mérleggel ellátottak. Arról is mutatok egy képet, a mérleggel ellátottat itt láthatjuk. Illetve vannak villahosszabbítók, amik így néznek ki. Tehát ezt ráhúzzuk a villára, és nagyjából meg is vagyunk, meg is hosszabbítottuk ezt a villát. Illetve van még felcsavarozható, illetve rosdamentes villa, illetve felhajtható kivitelű villa is. Lehetnek még rúdra fűzhető és felakasztható, rozsdamentes és szikrabiztos, kitolható és kiúzható, tehát hidraulikus mozgatású, megfordítható és hegeszthető is. Ezt egyébként itt is láthatjuk. Tehát ez a védőanyaggal bevont, ez a mérleges, ez a felhajtható, ez a rozsdamentes villa, ez pedig a villa pozícionáló. A villa és a targonca villájára szerelhető rögzíthető adapterek megfogók. A munkaszerelékeket rögzíthetjük a targonca villájára, vagy az emelő emelőkocsira. Villára történő szerelés esetén gondoskodni kell a szerelék biztonságos rögzítéséről amennyiben a szerelékek valamely funkciója hidraulikusan működtethető, a megfelelő csőcsatlakozással be kell kötni a hidraulikus rendszerbe. A targonca terhelhetőségénél figyelembe kell venni a szerelék súlyát is. A felszerelési és a biztonságos rögzítési műveleteknél a gépkönyv utasításokat be kell tartani villahosszabbító kialakítása rögzítése. Hasába lakú, könnyű, nagyméretű rakományokhoz használható. A villákra húzható és azokon rögzíthető eszközt itt is látunk egy csapszeget. Ott is, mindegyiken. Azzal biztosítjuk, ki, le, biztosítjuk ki, hogy nehogy leessen róla. Ezt mindig észben kell tartani, mindig ki kell biztosítani, mivel baleset veszélyes is lehet. A vílahosszabbító használatának szabályai. A targoncák megfogó szerkezetei mindig a felhasználás módjának, a szállintandó anyagnak, árunak megfelelően, megfelelően választható ki, illetve cserélhetők. Nagyon fontos követelmény, hogy csak gyárilag kialakított, megfogó szerkezetekkel lehet a targoncákat üzemeltetni. Mivel más-más megfogó szerkezetek alkalmazása esetén a stabilitási viszonyok megváltoznak, a targonca üzem közben esetleg a névlegesnél kisebb terhelésnél is felfordulhat. A munkaszerelékeket rögzíteni kell a targonca villájára. Miután a targonca vezető a villákra, ráhúzza a villahosszabbítót, a szerelék végén kialakított furatba a csapszeg behelyezésével kell biztosítani. Tehát itt van, amit mondtam, a csapszeg. És itt jön a legfontosabb tudnivaló. A villa nem lehet hosszabb a villa 60%-ánál. Ha a villahosszabbítót használunk, akkor a szereléknek megfelelő terhelési diagrammal kell ellátni a targoncát. Szerintem a 2 b szerintem ennyi volt, remélem segítettem a tanulásba, hiszen együtt tanuljuk meg a targoncás tételeket. Sziasztok! A következő tételbe találkozunk.